Édesanyák és gyermekeik foglalták el a Bonyhádi Városháza dísztermét, a program, amelyen a szoptatást ünnepelték, immár hagyomány a Bölcsék fővárosában. Ilyenkor köszöntik azokat az édesanyákat, akik sokáig tudták szoptatni egy vagy több gyermeküket. Pálfi Zsoltné mind a négy gyermekét igyekezett anyatejjel táplálni. A most egy éves kislányát még mindig szoptatja. Az első kettőnél ugye a szigorú 3 óránkénti szoptatás volt nálunk, és tehát ez szerintem a tejjel lapadásához vezetett. A másik kettőt ugye igény szerint szoptattam, és így fenntartható a tejtermelés. A városban nem nagyon kell népszerűsíteni az anyateljes táplálást, mivel a védőnök tapasztalata szerint az anyukák többsége szoptatja gyermekét. Tisztában vannak ugyanis az anyatej egészségre, fizikai és lelki fejlődésre kifejtett hatásával. Nálunk nagyon jó a tendencia. Országosan is olyan 34% az anyatejes arány. Mi ezt körülbelül mindig hozzuk itt Bonyhádon. Úgy látjuk, hogy megint úgymond divat a szoptatás. Tehát volt egy olyan időszak, amikor kevésbé. Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere is megjelent a rendezvényen, és miként fogalmazott, talán még ennyien soha nem voltak az anyateljes napon, mint a mostani. Nagyon szép hagyománya a védőnői szolgálatnak, hogy évről évre megrendezik egy picit ünnepélyesebb keretek között az anyateljes világnapját itt Bonyhádon is. Évek óta itt a Városházán adunk ennek helyt. Bár úgy látom, hogy már ezt is kilőttük, valamikor a könyvtárba kezdtük ezt a programot. Az Egészségügyi Világszervezet először 1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét az anyateljes táplálás világnapjává, mellyel egy időben kezdetét veszi az anyateljes táplálás világhete is. A világnap célja felhívni a figyelmet az anyateljes táplálás fontosságára, valamint arra, hogy az anyateljes táplálás több, mint a gyermeketetése. A világnaphoz Magyarország 1993-ban csatlakozott, ennek apropóján pedig országszerte változatos programokkal és előadásokkal várják a szakemberek a kisgyermekes családokat szerte augusztusban.